Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornán. Én Dezső vagyok, most egy unboxing videóval fogok nektek kedveskedni, miköz egy matchbox kis autót szeretnék kicsomagolni. Szerintem az Index képen láthatjátok, hogy valami nem stimmel. Teljesen más a csomagolás, valami tényleg furcsa lehet. Hát még az azért, mert a Matchboxnál létezik egy olyan változat, ahol lehet az, aj az ajtókat is nyitogatni bizony az interneten figyeltem fel erre a változatra, és ugye annak is más a csomagolása, csak én azt nem gondoltam volna, hogy Magyarországon is egyáltalán megjelenik. Hát megjelent, a régi játéknál meg lehet venni, hát 1295 forintért lehet ezeket megvenni, Hát én nagyon is kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, és rengeteg fajta autót lehet így megvásárolni, olyan autókat, amiket másképp nem. A mi esetünkben egy 1962-es Vidi's Jeep vagont fogok, fogunk megnézni. Igen, 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 az a neve, csak a csomagoláson néztem, hogy jól gondoltam-e. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy miféle újdonság ez, amit sikerült beszereznem. Na akkor itt is látható az autó a csomagolásban, hát így tudom nektek tartani, hogy egyáltalán lássatok valamit a, az autóból, vagy inkább a csomagolásból. Hát láthatjátok, hogy eléggé magas és eléggé speckó a formája, tehát nem ez a hagyományos négyzet alakú kartonlapot láthatjuk meg ugye ezzel a kis kinyúlással, hanem jóval különlegesebb. Na, ez az első dolog, amivel, talál, amivel rá, amiből rájöhetünk arra, hogy mégis mivel van dolgunk, meg ugye moving parts, tehát ugye mozgatható alkatrészek, ugye itt látható maga az autó, még egy út is ide van szerkesztve a háttérre, olyan, mint hogy az autót közlekedne, de tényleg ez, ez nekem nagyon tetszik, ez nagyon ötletes. Meg hát ugye a mazsorátnél találkozhatunk ilyen fajta megoldás, hogy így helyezik be az autót a csomagolásba, hogy nyitva van az egyik ajtó, és mutatják, hogy mit tud a kicsike, és ugye szerintem ugyanolyan az eljárás is, hogy van ez a külső rész, ami ugye itt van, meg van a belső rész, ami az autó formáját veszi fedezt, ezt majd meglátjuk, hogyha kivesszük. Illetve itt alul a grafikán láthatjuk magát a gépkocsit, ugye az autó márkáját láthatjuk itt, továbbá azt is mutatja, hogy miket lehet kinyitni rajta. Jelen esetben ugye a kettő utastéri ajtót, meg ugye három éves kor felett ajánlják a, az autócskát. Itt is ugye láthatjuk az autó típusát, ugye ez egy 62-es évetű Willys Jeep vagon. Aha, és ez alapján olvasom, hogy eléggé friss modellről van szó, legalábbis a 2020-as megjelenítés erre utal. Majd ezt is megnézzük. És hát igazából ennyi. Ugye a csomagolás elejéről mindent elmondtam, amit kell. Hátul pedig ugye nincsen semmi érdekes, tehát azt nem is szoktuk boncolgatni. Hát akkor szedjük is ki ezt az autót. Hát ez fantasztikus, így. Na, már csak a blister van hátra. Ú, Istenem. Ezt lesz mit takarítanom, hogyha végzek a videó elkészítésével. Na, ezt szét lehet nyitni, a ez egy tök király, és akkor nézzük is meg akkor ezt az autót, és akkor először beszélünk is egy picikét az autónak a történetéről. Ez ugye egy elég régi autótípus, mondjuk erre rá lehet jönni. Szóval hogy ez egy eléggé régi autótípus, méghozzá úgy, hogy 1946-ban jelent meg. Ugye a Willis Jeepet már ugye szerintem mindenki így nagyon jól ismeri a második világháborúsat, ha másodnét nem a Verdák című filmből őrmester formájában biztosan. És ez volt igazából a második világháború után az első Willis termék, és ugye ez elsősorban civiliek számára készült, Kombi karosszériával, de készült ebből ilyen pickup változat, ez kicsit később jelent meg, illetve létezett egy ilyen kabrió, ez a Jeepster, de mi most ezzel fogunk foglalkozni. Igazából ez egy világ első volt, ez volt az első kombi ugyanis, ami fa karosszériát fémmel készült el, de egyes darabok ezzel a falfestéssel rendelkeznek. Hogy visszahozzák azt a stílust. Ugye 1946-os megjelenésével igazából az sokan az első sorozatgyártású SUV-nak tekintik. Kezdetben a kettőket 2 es Go Devil motort kapta meg 1946-ban. 47 ben megjelent az erre alapuló kombi, vagy kombi zárdobozos furgon, ugye hátul nem voltak ülések, hátsó ablakok sem voltak, hanem csak egy raktér volt itt hátul, általában a kombiknál volt ilyen változat, legalábbis egy koron ez így működött. Aztán 1949-ben megjelent a hátsó kerék meghajtású változat, így opcionális lehetőségé vált az összkerék meghajtás, mert eleinte csak azzal lehetett megvásárolni, aztán 1950-ben módosították a hűtőrácsot, ugye ez a változat jelent meg, ugye ezen is nagyjából hasonló van, ugye a díszítéssel kapcsolatban, de ugye ez a gyípszer, amit a kezemben tartozok, ugye a kombik is ezzel a díszítéssel futottak, ugye ezzel a függőlegesen elhelyezett díszítéssel. Aztán 1954-ben megjelent a Kaisernek az újfajta motorja, és ugye folyamatosan jöttek a motorok, ugye a Gódeville mellett megjelent a Lightning, aztán a Hurricane, aztán megjelent a Tornado, aztán a Super, Super Hurricane különböző teljesítményekkel, négyes, sor 4-es és 6-os motorokkal, V8-as soha nem készült, talán a legdurvább a az 1962-ben megjelent Super Hurricane a 140 lóerővel, na azzal lehetett rendesen tolni. Ugye folyamatosan kozmetikázgatták az autót, ahogy gyártották egy sorozatban, ugye ezzel a formatervel, ugye miért is ilyen a formaterve? Ezt Brooks Steven készítette, egy ipari tervező, mert amikor ez az autó elkészült, a Willisnek pénzügyi gondjai adottak, talán azért, mert ugye véget ért a második világháború, és ugye a vilizsépet már nem nagyon vásárolgatta senki, senki nem akart ilyen komoly kaliberű autót, és hát ezért, hogy komoly kaliberű terepjárót, hanem inkább valami szebb, kényelmesebb autót, mert a Willis tudjuk az, hogy nem az. Úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy egy kombit megalkotnak, és hát végül is így tudták megoldani, olyan gyártósort készítettek el, ami olyan alkatrészeket gyártott, amit a háztatási gépekben is alkalmaztak. Úgyhogy ez egy eléggé olcsó és egyszerű megoldás volt, de mégis hatékony, pláne a fém kaszni miatt. És ráadásul ez volt az első villis, ami független felfüggesztéssel rendelkezett. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy keresztbe helyezték el a laprugót, de aztán az 50 es évek közepén visszatértek a tengelyre. tehát volt egy kis visszalépés így az idők során. Létezett egy luxusabb változat, így az 50-es években két tónusú fényezéssel, két színű beltérfényezéssel, illetve AM-FM rádióval. 1959-ben a hátsó kerék meghajtású változatok megkapták az osztatlan szélvédőt, 1960-ban az összkerekesek is és 1962-ben jelent meg ennek az utódja a vagonír, és ezért 1964-ben fejezték be ennek a típusnak a gyártását, azért akkoriban mégiscsak elavultnak számított így ez a konstrukció. A visszamaradt 1964-es példányokat a kereskedők 1965-ös alvás árusították. Nos, hát igazából röviden, tömören ennyit tudtam nektek elmondani az autónak a típusáról, úgyhogy nézzük is meg ezt a kis autót. Hát az a lökhárító, ez, ez nagyon jó, ez, ezt tudjátok erről nekem mi jutott eszembe? A kicsikocsi kalandjaiból a Hörbinek volt ilyen e, lökhárítója, de esküszöm ez hatalmas, hogy így kinéz. Ez a két lámpával olyan, mintha hogy egy bomba emberre nézne velünk farkas szemed. Tényleg nagyon állati, de komolyan mondom, ez hatalmas ez a, a krómozás is nagyon tetszik, még az irányjelzőket is nagyon szépen kidolgozták, tehát tényleg úgy tetszik, ez egy új megjelenni matchbox legalábbis, még az interneten sem nagyon találkoztam ezzel. A kerekek szerintem nagyon jól néznek ki, nekem legalábbis nagyon tetszenek. ajtók, ablakok is szépen kivannak dolgozva, hátul is szépen kidolgozták a féklámpákat ahogy a csomagtérzár, illetve a rendszámtábla világítás is jó lett. Amit talán hibának tudok felrólni, hogy ez osztott szélvédős volt, ugye én azt mondtam, hogy, leki, hogy olyan 1959-ben és 60-ban megkapták az osztatlan szélvédőt, de hát ez még osztott, osztott szélvédős is, ugye a csomagoláson ugye azt láttuk, hogy 1962-es kocsi, de még az alvázon is így szerepel, hát ez kis furcsa. Hát, én nem, nem tudom, hogy ez a, ugye a megjelenési év a szó van, de a csomagoláson 2020-as megjelenés szerepelt, úgyhogy kezeljük úgy. Várjunk, 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 várjunk. Aha, ez nem, ez 2018-as. Ez 2018-ban jelent meg. Ettől eltekintve, amúgy az alváz az egész szépen ki van dolgozva, tehát a felfüggesztés, a hajtáslánc az egészen jól néz ki, teljesen rendben van, a váltómű is egészen oké és ha bár ugye túl sok felirat miatt túlságosan sok mindent nem dolgoztak ki, de hát akkor még nézzük meg a lényeget, ugye az ö, ö, nyitható ajtókat és ezáltal a belteret. Na igen, piszok módon kicsi ez az a ajtónyírás, sehogy se tudom megoldani, úgyhogy csavarhúzót vegyünk elő. Uh! Ez, e, ezt én szinte lehetetlen kinyitni. Hát gyerekek. Húha. még csavarhúzóval is. Jó, hát nagyjából idáig sikerült kinyitni. Akkor így a másik oldal... Na, azért nagy nehezen sikerült ezt megoldani. Fú, hát ez így nem éppen egyszerű. Na nézzük meg az autónak a belterét, hogyha már idáig jutottunk. Ugye? ez ugye így néz ki. A kormánykereket normálisan kidolgoztak. Mi az a váltószoknya te? Ilyen váltó biztos, hogy nem készült... Ö, vagonír. Ha készült, akkor én szerintem megeszem a kalapomat. A kemény kalapomat, ami nincsen. Hát ilyen változóknyával, meg ilyen változhatnával biztos, hogy nem készült ilyen autó. A mindegy. Hát ugye elég szép maga a... szépek maguk az ülések, a hátsülések is egészen jól néznek ki. Vagy... Majd... Majd... Ne szórakozzál már velem, ez egy furgon a lenni ablakos kivitelben? Wow. Oké. Okay. Rendben van, ez picikét extrém, ezen picikét ö, ö, meglepődtem, de amúgy szépen néz ki maga az autó. Az ajtók azért vannak problémák, tehát, ö, de valószínűleg azért, mert ugye keretestől nyílnak ki, nem fér be az ujjam, és azért eléggé nagy erő kell ahhoz, hogy ki őket nyitni. Na nézzük meg is, hogy akkor hogyan is gurul egészen jó gurul, még érezhetőbb számomra, hogy nehezebb. Több anyagot préseltek bele, mint a többi matchboxba, de amúgy teljes mértékben rendben van ennek az autónak a gurulása, én elégedett vagyok vele, úgyhogy mint gondolok erről? Pici két vegyes véleményem van, mert matchboxhoz képest az a közel 1300 forint drága, de úgy látszik a ajtós ilyen kis autóknál ez a lényeg, hogy akkor jóval, hogy ez a normális ár. De ettől függetlenül én tudom nektek ajánlani, mert a szokásos matchboxos szintet tudja hozni, az ajtók kinyitásával vannak problémák, de csavarhúzóval vagy valami erősebb cucccal meg lehet ezt oldani, és a beletérés is egészen vállalható, úgyhogy én azt gondolom, hogy tudom nektek ajánlani bátran. Hát ennyi lett volna már ez a videó, én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megnéztétek. Ha tetszett, akkor kérlek ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megnézni a többi videót, bekapcsolni az értesítést. Esetleg egy megosztásra is tudtak nekem ilyen téren segíteni. Ha nem tetszett, akkor a videót nyugodtan lehet diszájkolni, és megint a videóval kapcsolatos se kritikát. Én Dezső vagyok, a legközebbi videóban remélem, hogy fogunk találkozni. Addig is, jók legyetek, sziasztok, is, további szép napot kívánok mindenkinek!